Karácsony közeledtével nagyon sok helyen szerveznek gyűjtést, hogy segítsék a rászoruló gyerekeket, családokat. Az OTP Fáy András Alapítvány 2013 óta igyekszik adományaival szebbé varázsolni az ünnepet. Az idei évben Pécsen 70-en, Jászárokszálláson 50-en és Nyíregyházán 2014 után másodszor szintén 50-en vehették át az ajándékokat, amelyek összértéke mintegy 10 millió forint. Az idei alkalommal nem csak a Fáy András Alapítvány, hanem a Humanitás Szociális Alapítvány is segített nekünk a csomagok összeállításában, valamint az OTP Fáy András Alapítvány két mintaiskolája, a Budai Középiskola és a Jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium. Ezt a hagyományt szeretnénk továbbra is megőrizni és minden évben segíteni a családokon. Nyíregyházán a Boldog Jövőért Alapítvány segítségével választották ki azokat, akik számára személyre szóló csomagokat állítottak össze. Kifejezetten rászoruló gyermekekből választottunk, vagy nagy családos gyermekek. Nagyon sok egyedül élő is van, két gyerekkel, tehát ezt a célcsoportot próbáltuk összehozni. Az egyik egy óvoda, a másik pedig a Móra Ferenc iskola. A három gyermeket nevelő Pál Gabriella örömmel fogadta a karácsonyi ajándékot. Nagyon nagy segítség természetesen. Minden ilyen felajánlásnak én személy szerint nagyon örülök. Tudom, hogy nagyon sokan vannak, akik tehát nehezen fogadnak el az én környezetemben is adományt vagy ajándékot. Én ezzel nem így vagyok. Három gyermekem van, és 6 évestől 11 évesig is nagyon nagy szükségem van arra, hogy amilyen módon csak lehet, akkor én segítséget elfogadjak. A mintegy 60 ezer forint értékű csomagok tartós élelmiszereket, valamint új ruhaneműket, illetve játékokat tartalmaztak.